Megkérem őket, hogy 5 percben reagáljanak a több másik kettő előadására. Nem tudom, milyen sorrendben. Két rövid reakciót, ha akkor megenged a tiszteltársak. Az egyik az, hogy ami hihetetlen fontos az klímaváltozással kapcsolatban, ez nem feltűnő, de valójában létező jelenség, hogy gyakorlatilag egy tömeges kihalás, egy antropogén tömeges kihalás közepén vagyunk. Hogyha megvizsgáljuk a fajok eltűnésének a rátáját, az megegyezik a nagy kihalásoknak a rátájával. Ez egy olyan dolog, ami biztosan visszacsinálhatatlan. Ezek a fajok, ha egyszer tényleg eltűntek, nem jönnek vissza. Nagyon kis részüket talán genetikai mérnökösködéssel fel lehet majd támasztani, de ez elenyésző része lesz ennek a dolognak. Ez az egyik dolog, ahol a biológia bekopogtat az ajtón, hogy valami nagyon nagy baj van. A másik az, hogy akik a klímaváltozásban nem hisznek, elég, hogyha megnézik a fajok habitátjának az elmozdulását. Hát ez borzasztó egyszerű megnézni már a mai eszközökkel, és lehet látni, hogy durván vonulnak a fajok a klímaváltozás hatására, aminek az egyik veszélye, ugye itt volt egy I Ask Fellow a múlt évben, a Dan Brooks, az egyik dolog az, hogy sajnos új kontaktus zónák keletkeznek, az új kontaktus zónák pedig új betegségek megjelenéséhez vezetnek nagyon könnyedén, aminek az első dokumentációja már megvan. Tehát ezt szerettem volna erre kvantummechanikára még visszatérve. Amit azért fontosnak tartani, megjegyezni, hogy nem csak ilyen ezotérikus dolgokban van jelen a kvantummechanika, mint a fotoszintetikus reakciócentrumnak a hatékonysága, hanem abban is önmagában, hát a kémia világa, az nem létezik, tehát a kémiai kötés klasszikus képpel értelmezhetetlen. Le lehet írni, vegyértékekkel meg, csak érteni nem lehet. De a kvantummechanika az kiterjeszti ezt a megértést, és ahogy mondtam, elmélyül a tudásunk a kvantummechanika által. Köszönöm szépen, ennyi szeretném. Nekem is két megjegyzésem van akkor. Az egyik a klímaváltozáshoz. Azt hiszem azt, hogy klímaváltozás van, azt mindenki érzi. Ha kimegy az utcára, vagy ránéz a tévéképernyőre bárhol. Akik ellenzik ezt, azok pedig azt mondják, hogy nem lehet szétválasztani az emberi tevékenységet a geológiai folyamatoktól. Tehát, ugye te mondtad, hogy ilyen régen is volt már, mint ami most van, pedig akkor még nem volt széndioxid kibocsátás. Például a Trump is ezt mondja, hogy most valaki, aki döntési helyzetben van. Tehát én amit nagyon fontosnak tartanék, hogy olyan ismérveket találni, ami sokkal jobban szét tudja választani ezt a kettőt. A másik megjegyzésem az, amit Őrs elmondott, amögött egyértelműen ugyancsak kvantummechanika van. Tehát az, hogy csoportok hogy gondolkodnak, hogy kooperálnak, hogy nem kooperálnak, az, hát most valami szamárságot mondok, de csak azt szeretném ezzel illusztrálni, miről van szó. A kvantummechanika például olyan dolgokat is leír, hogy a világ egyeteme egyik végén van egy részecske, mondjuk egy elektron, és a világ egyetem másik végén van egy másik elektron. Ha ez a kettő kvantummechanikailag össze van kapcsolva, ez a harmadik ismér, amit én felsoroltam, akkor ha az egyiken történik valami, azt a másik is látja. És ennek a biológián keresztül való tükröződése lehet, érzésem szerint, mindannak a háttere, amit Őrsét elmondott a törzs gyakorlata, vagy csoport gyakorlata kapcsolatban. Magyarul újra egy adalék ahhoz, hogy a kvantummechanikára oda kell figyelni. Igen, én az együttműködéssel kapcsolatban, meg itt a csoportok közötti együttműködéssel kapcsolatban, ugye ma már nagyon sok lehetőség van arra, hogy különböző módszerekkel, adatbányászati eszközökkel a csoportok viselkedését és kommunikációját feltérképezzék, és Amerikában csináltak egy ilyen, éppen a
itt a republikánus demokrata, tehát az elnök választással kapcsolatban olyan felmérést, hogy a, bár ott ugye viszonylag sokszínű a média, tehát nagyon sokféle irányultságú sajtótermék, meg internetes oldal van, de mégis az adott csoporthoz tartozóknak a preferenciája szinte kizárólagos. Tehát magyarul úgy tesznek, mintha csak az a sajtótermék vagy csoport létezne, mint ami nekik a kedvező gondolatokat hordozza, és nem is vesz tudomást, nem is jut el. Tehát akkor, amikor egy kantitása lenne az ellentétes vélemény, hogy azt is megismerje, oda nem jut el. Tehát annyira csomósodnak ezek a csoportok a virtuális térben is, a kommunikációs térben is, akkor is, ha nincsenek akadályok. Tehát nem kell manipulálni a média piacot ahhoz, hogy ezek a csoportok csak saját zárt körben maradjanak, és ebben a zárt körben egymást erősítsék, és ezért tudnak nagyon hülye gondolatok ezeken a csoportokon keresztül erősödni, felerősödni, mert ezek gyakorlatilag egy öngerjesztő folyamatként működnek. Hát ez szerintem ugyan az állatok nem viselnek mobiltelefont, meg nem kattingatnak különböző ilyen, de az emberek viselkedésében ezek új eszközöket nyitnak, és így a csoportoknak a viselkedését, adott felfogású csoportoknak a viselkedését ezeken az eszközökön keresztül nagyon jól meg lehet ismerni. A kvantum mechanikához meg annyit, hogy ugye még most is azért a tudománynak erősen korlátos a tudomány, tehát nagyon sokat nem tudunk, sokkal többet nem tudunk, mint amit tudunk, akármilyen tudományterületről legyen szó. És vannak olyan jelenségek minden tudományterületen, amelyeket elég nehéz megmagyarázni a jelenlegi ismereteink szerint. És ugye én azt gondolom, hogy a kvantummechanika, vagy az a szemlélet, az még nagyon sok olyan meglepetést fog a felszíne hozni, amelyről jelenleg nincs tudomásunk. Tehát elképzelhető, hogy ezek mögött, a jelenségek mögött, amit adott esetben adott tudományban nem ismerünk, ezek mögött valamiféle olyan távolhatás van, amit csak ilyen kvantummechanikai módon tudunk megmagyarázni. Kicsit szeretnék visszatérni erre a hangkisféle buborékra. Ugye azt mondja, hogy az emberiség kialakít egy ilyen védő burkot, amit civilizációnak nevez, azért, hogy védekezzen a csúnya külvilág ellen. Nyilván az ős erre azt mondaná, hogy ezt azért alakítja ki, hogy megszervezze az emberek közötti kooperációt, amely által működőképes és versenyképes társadalmakat tudnak kialakítani. Ami engem izgat, az, hogy vajon hogyan alakulnak ki ezek a szimbólum halmazok, ezek a civilizációk, a kultúrák, ezek a szabálygyűjtemények, ugye a kereszt is ide tartozik tulajdonképpen. Bármi, amiben a közösség tagjai egyetértenek, hogy ilyen meg ilyen helyzetben így kell viselkedni, az ebbe a csomagba tartozik. Engem az izgat, hogy ez hogy alakul ki. Valami mérnöki tevékenység, valaki kitalálja, és akkor így lesz jó. Nem hinném, vagy csak részben, de én inkább ezt egy evolúciós folyamatnak tartom. Ugye vannak ezek a bizonyos ideák, amik az evolúciós elmélet egy ága szerint replikátorok, azaz egy evolúciós logika szerint replikálódnak. Mémeknek is nevezik őket. Kérdezném, hogy nem lehetne az emögött a dolog mögött, hogy tehát az a próbálgatják az emberek a különböző ötleteket, és nyilván az fog fennmaradni, amely a csoportot elég hatékonnyá teszi a fennmaradásban, a többi csoporttal való versengésben. Mi erről a tisztelt urak véleménye? Vannak az időjárással kapcsolatos népi megfigyelések, amelyeknek a múltban nagyon sok valóság alapja volt, ezek külön tudományteret foglalkozott, hogy mi volt a meteorológia alapja azoknak a megfigyeléseknek. Ezek valójában élet-halál kérdése volt a múltban. Ugye a múltban az időjárásnak az ember nagyon ki volt téve, egyébként most is, csak most már tud valamennyire védekezni, de az élete függött attól, hogy jól csinálja a dolgokat, és azokat a tapasztalatokat beépítse, felépítse, amelyek ezt stabillá teszik. És ilyen értelemben biztos, hogy ezek rögzültek a társadalom, és ezek a szabályok ilyen tulajdonképpen evolúciós módon alakultak ki, tehát aki nem úgy csinálta, és nem akkor ültetett, meg vetett, meg nem akkor tartotta be ezeket,
az megnézhette magát, egész konkrétan az kihalt, az ilyen Darwin díjas lett, aki unortodox módon próbált közelíteni a mezőgazdasághoz. Na most annyi probléma van ezekkel, hogy ezek a regulák, ezek ma már nem érvényesek, tehát amíg érvényesek voltak a civilizáció nagy részében, mert az időjárás, a klíma többé-kevésbé kiszámít, vagy állandó volt, vagy legalábbis a szó klasszikus értelmében, most olyan változások vannak, hogy ezeket a regulákat, majd mikor kell vetni, aratni, el lehet felejteni. Tehát aki most akkor arat, amikor a 10 000 éve az ősei arattak, az megnézheti magát, mert addigra kiszárad, kifagy, kirohad, és nem lenne. Más kérdés, hogy most nem vagyunk annyira kitéve a meteor, vagy az időjárásnak ugye a táplálékunk biztosítására, de ez régen, ez valószínűleg evolúciós történet lehetett. Tehát ezeknek a rögzülése. És nyilván ehhez kapcsolódó egyéb tevékenységek is, mert azért ez az emberiség történetében azért a földművelés az egy meghatározó szükséglet és tevékenység volt. Tehát nyilván nagyon sok minden kapcsolódott még ehhez. Két dolgot szeretnék ezzel kapcsolatban mondani. Az egyik, kezdjük egy anekdotával, az intellektuális nagypapám, J.B.S. Haldane azzal kezdte volt annak idején a populáció genetika előadásait, hogy van két mondat. Az orromat az apámtól örököltem, és az órámat az apámtól örököltem. És a biológus csak az első mondat érdekli. Na most ez nem teljesen így van. Van egy olyan, Darwin szinte mindent kitalált, amit kvalitatíve ki lehetett találni az evolúcióról, de egy valamit nem talált, egyszerűen nincs benne. Ma úgy hívják, hogy niche konstrukció, niche construction. Tehát a niche ugye az az ökológiai feltételrendszer, ami egy fajnak a direkt responszív környezetét adja, és a klasszikus evolúció elmélet úgy működik, hogy a biológiai populációk alkalmazkodtak a környezethez. Na most ugye például, hogyha egy hód épít egy várat, azt a gyereke is meg tudja örökölni, igaz? Tehát a hód úgy tudja megörökölni a várat, mint ahogy mi az órát az apánktól. Tehát csak azt akarom mondani, a niche construction, amire a kérdés utal egyébként, hogy megcsináljuk ezt a buborékot magunk körül, ez epizodikusan előfordul a biológiai evolúció más területein, és egyébként a baktériumok is csinálják, biofilmeknek hívják ezt a baktériumok által konstruált nist, amelynek több generációra való hatása van, és pozitíven tud visszacsatolni arra a baktériumra, amelyik ezt csinálja. Ez az egyik a dolog, amit akartam mondani. A másik dolog pedig az az, hogy ami nagyon izgalmas ezekben a kooperatív játékokban manapság, az az, hogy a szociális normák hogyan terjednek el. Tehát, hogyha ugye vannak a különböző akciók, amiket az egyes aktorok tehetnek, de hogy a különböző akciókat milyen alapon mérik, milyen alapon minősítik jónak meg rossznak, ez már a szociális norma kérdése, és ez általában nem genetikailag öröklött, ez kulturálisan alakul ki, és az érdeklődés homlok terében vannak azok a jelenségek, amelyek a genetikai háttérnek és a szociális normának ezt a genetikus és kulturális evolúciót egyszerre próbálják kezelni. Ez egy nagyon nagy terület lett megint, de valóban hihetetlenül fontos, mert ugye szegény csimpánzok a szociális normát nem tudják átadni megegyezés szerint. Ez egyszer azért van, mert nem tudnak beszélni róla. Durván szólva. Tehát a nyelv megjelenése az borzasztó, az egyszerűen alapvető fontosságú volt az egész szociális norma kérdésben, természetesen, mert a kumulatív kulturális evolúciót a nyelv alapozza meg. Nem kumulatív kulturális evolúció rudimentál formában van a csimpánzoknál, és kb. 70 kulturális bélyeg van, ami nem genetikai. Na de hol vagyunk mi ettől? Köszönöm szépen. Mivel a két kollégám beszélt, én kértem, hogy hadd mutassak be egy kísérletet, de ezek után most már följogosítva magam, érzem magam erre. Remélem, hogy ez meg is fog jelenni, itt nálam már megvan. 1805-ben egy Young nevű fizikus kolléga
csak most ezt el is, ja megy is, egy olyan kísérletet csinált, hogy vett egy képernyőt, két kis lukat csinált rajta, fényt engedett át, és a mögötte levő képernyőn csíkok jelentek meg. Ezt úgy hívják, hogy interferencia, a két lukon átmenő fény, mint hullám, interferált egymással, mint ahogyha két követ döbünk le a vízbe, akkor felületen a hullámok interferálnak. De ezt megcsinálták atomokkal is, és ugyanúgy kaptak interferenciát. Most ezen a kísérleten ez elektronokkal történt, de úgy, hogy egyszerre csak egy elektron volt ott. Volt egy ernyő, két luk, és egyszerre egy elektron érkezett. És mégis, ahogy ezt nézik, szépen, nem tudom, hogy lehet megint visszamenni, szépen kialakult ez a csíkrendszer egy-egy felvillanás alapján. Jönnek az elektronok, minden elektron felvillanás egy kék pötty ezen az ernyőn. Jönnek össze-vissza, és egyszer csak lassan kirajzolódik belőle ugyanaz az interferencia csíkrendszer. Ez azt bizonyítja, hogy az elektron nem csak hogy hullám lehet, hanem kvantummechanikai rendszer is, amelyik bizonyos valószínűséggel az egyik lukon megy át, bizonyos valószínűséggel a másikon, és ez a kettő interferál egymással. Nos, hogy ez a jelenség ez milyen érdekes, arra hadd mondjam el azt, hogyha az egyik lukat, hát nem letakarom, hanem tudom, hogy melyik lukon ment át az elektron, akkor ez az interferencia csíkrendszer eltűnik. Ez olyan, mint hogy kinyitottam a dobozt, és megnézem, hogy a macska élt vagy meghalt. És hogyha egy óra múlva, vagy egy nap múlva elfelejtem azt, hogy tudtam, akkor újra visszajönnek a csíkok. Ez azt jelenti, hogy a kvantummechanika mind az idő, mind a távolság képzetben valami gyökeresen mást képvisel. Tehát én az egyik elektron a világegyetem egyik végén, a másik végén, mégis össze vannak kapcsolva. Ez a csíkrendszer kialakult, én elfelejtettem, egy hét múlva visszatérek rá, újra visszajön. Ugyanaz a képrendszer. Ehhez hozzá kell szokni, megérteni nem lehet, de hozzá kell szokni. Hát köszönöm, hogy ezt. The question I have is, what do you think the probability is that, in fact, other intelligent life hasn't contacted us because we're like the Republicans in Orange County? I'm very serious about it. Okay, so I think an answer to this question has several layers. First of all, maybe it's an age-related phenomenon, but in my case, it's not an insult. I'm insulting myself. So one of my fields is actually the origin of life, right? So as I am growing older and older, I think that the origin of life from the chemical mayhem from which it starts is not a very probable process. And that is what I think, okay? So the prediction is that if you have in principle habitable planets, you know, a thousand of them, elfben a very lively, azok a bolygók, amelyen valószínűleg van élet, tehát lehet, hogy vannak többen is, és az is elképzelhető, hogy valamiféle primitív élet kialakult ezeken a bolygókon. És ezt hamarosan mérni lehet a közeljövőben méghozzá azért, mert képesek leszünk arra, hogy az atmoszfér tartalmát, az exobolygóknak a tartalmát elemezzük. És hogyha sikerül azt megtalálni, vagy arra rájönni, hogy kiesett ebből a termodinamikus egyensúlyából, akkor végül is ez egy jó adalék lehet ahhoz, hogy valójában valami biológiai élet jelen van ezeken a helyeken. Én nagyon örülnék, hogyha ezt tudnák igazolni, de azt gondolom, hogy nem fogunk semmi érdekeset találni. Legalábbis ez az én predikcióm. Az is elképzelhető, hogy teljesen az egész galaxisban egyedül vagyunk, ami már elég rossz hír önmagában. A másik dolog, hogy nyilvánvalóan, ha egyszer valamiféle primitív életet felfedeztünk, az sem garantál semmit, mert ha megnézzük a Föld történetét, az egész evolúció felében ugye baktériumok győzedelmeskedtek, ami mi a következtetés?
a második elmélet, vagy gondolat, hogyha van meg valahol élet, akkor az eseteknek a 99%-ban van valami baktérium szintű élettel találkozhatunk, és az intellektuális, intelligens élet azért nagyon ritka lehet valószínűleg. Tehát nem valószínű. Az én válaszom nem egy elméleti, hanem inkább egy filozófiai jellegű. A tudományban lehet kísérletet bizonyítani dolgokat. Az elméletvészek nagyon sokféle egyetemességet tudnak bizonyítani, annyi galaxist, amennyit csak akarnak, de hogy egy pont ilyet, amíg tulajdonképpen nem bizonyítjuk tételesen, addig csak filozófia marad, nem pedig tudomány. Robert előadása ihletett meg engem a kérdésemre. Bibó István a 30-as években, amikor megírta az államtudományi vagy jogtudományi doktorátusát, egy lábjegyzetben, ahol arról beszél, hogy a természettudományban van okság, a társadalomtudományokban pedig axiológiai és egyéb determinációk vannak, Nikolaj Hartmann nyomán egy lábjegyzetben megemlíti a kvantummechanikát is, és észleli ennek probabilitási konzekvenciáit. És azt mondja, hogy lehet, hogy így van, de ez akkor se érinti az okság elvének az érvényességét. Tehát látta a problémát, de igazából véve félretolta, és azt mondta, hogy viselkedjünk úgy, mintha az okság továbbra is érvényben lenne. Most mi szociológusok a kvantummechanikáról nem veszünk tudomást, mert továbbra is kauzális analízisekkel elemezzük az adatokat, amelyekből azt gondoljuk, hogy van megoldás. Így van. De rendben, de a következő a probléma, hogy ugye Newton azt mondja, vagy Newton nem Newton, a Montesquieu is azt mondja, hogy ahhoz, hogy a világot Isten kormányozni tudja, a törvényekre van szüksége. Mert ennélkül nem tudná kormányozni a világot. Én szerintem Einstein is úgy lenne, ez az álláspont a helyezkedett, amikor azt mondta, hogy nem lehet elfogadni a kvantummechanika probabilitási következményei. De én szerintem mind a kettő lehetséges. Akár Isten, akár a törvényekkel, ha pedig a világ abszolút kontingensnek tűnik számunkra, akkor pedig az isteni beavatkozásnak táptere nyílik. Az nagyon fontos, hogy nem minden olyan jelenségnek van kvantummechanikai oka, ami annak látszik bizonyos szempontból. Tehát léteznek olyan pszichológiai kísérletek, amely kísérletekben a valószínűségek elemzése alapján úgy tűnik, hogy olyan hatások vannak, ami minket a kvantummechanikára emlékeztet. Viszont azt tudjuk, hogy a neuronhálózati modellek is tudnak olyan eredményeket produkálni megfelelő provokáció hatására, ahol olyan eloszlások keletkeznek, minthogyha kvantumjelenség lenne mögötte, pedig mindenféle kvantumjelenség nélkül le lehet modellezni. Tehát azért vigyázni kell ezzel, hogy ne ugorjunk. Tehát ugye volt az, hogy olyan cheap dolog, olyan olcsó dolog az Istent mindig akkor előhozni, amikor valamilyen hézag van. Ugye a hézagok istene. De most nehogy a kvantummechanikával is ugyanezt csináljuk, mert akkor abból azért csak egy nagy katyfasz lett, bocsánat. Hát köszönjük szépen. A kollégát megérdemlik a tartalmat.